요. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban az Így neved a sárkányodat hónap befejezéseként értékelni fogom a filmet. Mármint a harmadik filmet, mert sikerült megnéznem, és húha. Ez a videó a filmre nézve elég spoileres lesz, szóval annak ajánlott megnéznie ezt a videót, aki már látta a filmet. És a 12. könyvre is lesznek spoilerek benne, mert az még nem jött ki magyarul, szóval azt nem hinném, hogy olyan sok ember olvasta volna. Szóval azzal is vigyázni kell. Na jó, nézzük! Nagyon szerettem volna igazából, hogy ez a film ne tetszen, mert tudtam kb. Hogy mi lesz a vége, mert olvastam a könyveket, és abból kikövetkeztettem. És igazából azt szerettem volna, hogyha úgy megyek be a moziba, hogy utána úgy jövök ki, hogy hát igazából ez nem tetszett, de hát ez így nem jött ez így teljes mértékben össze. Nagyon tetszett. Nagyon, nagyon jó film volt. Ez abból is látszódik szerintem, hogy így nagyjából az utolsó fél óráját a filmnek végigbőgtem, de úgy rendesen végigbőgtem. Konkrétan 2014 óta ez a film fönn volt a filmes várólistámon, mert nagyon meg akartam nézni, mert nagyjából akkor lettem úgy igazán Így neved a sárkányodat fanatikus, és már olvastam a könyveket, szóval tudtam, hogy kb. Mire számítsak. De így is nagyon-nagyon-nagyon ütött nálam ez a film. Erre nem voltam felkészülve még így se, hogy tudtam, hogy kb. Mit várjak. Semmi nem tudott arra felkészíteni, ami a film nézése közben bennem lejátszódott. Igaz, hogy a filmek során a DreamWorks így soha nem vette figyelembe nagyjából így a könyvek alapjait, de természetesen a végét az pont kellett. Kezdem azokkal a dolgokkal, amik annyira nem tetszettek, mert akkor utána rá tudok térni azokra, amik tetszettek, mert abból sokkal több van. Igazából konkrétan olyan dolog, ami nem tetszett nekem, tehát olyan konkrét dolog nem volt, ami nem tetszett volna. Az egyetlen dolog, ami így még mindig nem tudom, hogy hogyan állok hozzá, az a tény, hogy fogatlannak minden áron kellett barátnőt szerezni a filmekben, de igazából ez indította el a cselekményt, szóval volt helye, meg nem is azt mondom, hogy nem tetszett, csak annyira nem vagyok vele elégedett. Meg ami miatt kicsit szomorú is vagyok még, hogy elhagyták Hibban szigetet, és azt ott maguk mögött hagyták, és elköltöztek egy új szigetre, amit így nem teljesen értettem, hogy miért kellett, de jó, fogadjuk el. Akkor térünk rá arra, ami tetszett. Ami így nagyjából minden más, na mindegy. Az első és legfontosabb kiemelendő dolog az az animáció, mert atya ég, az fantasztikusan nézett ki. Tehát már az első filmnek is nagyon szép animálása volt, a másodiknak még jobb volt, de ennek a harmadiknak tényleg, tehát a homok, az komolyan arra számítottam, hogy mindjárt le fog esni a vászonról, az annyira élethűen volt megcsinálva, és az összes szereplőnek a tekintetében is ki tudtam olvasni az összes érzelmet, meg minden, szóval nagyon-nagyon-nagyon szépen meg lett csinálva a film. A zenéje is fantasztikus volt, mint mindig, úgyhogy John Powell megint nagyon jó munkát végzett. A zenét hibáztattam egyrészt azért, hogy annyit bőgtem, a másik dolog, ami miatt annyit bőgtem, az az animáció volt, meg maga a történet is. Ami még nagyon jól meg volt csinálva a filmekben, hogy ki volt egyensúlyozva a drámai cselekmény része és a humor is, mert nagyon jókor tudták beékelni a vicceket, és nagyon jó viccek is voltak egyébként benne, tehát nem olyan volt, hogy elnyomtak egy poént, és akkor ült az egész nézőtér csöndbe, hanem tényleg rendesen lehetett rajtuk nevetni, nagyon jók voltak. És tudták, hogy egy ilyen feszült helyzetbe is milyen mennyiségű viccet kell belevinni, hogy ne legyen túl sok. Ami mondjuk rajtam nem segített, mert kb. Egy csomó jelenetnél, amikor nyomták a vicceket, akkor én már bőgtem, szóval így egyszerre bőgni meg nevetni az azért elég trükkös helyzet volt. Aminek nagyon örültem, az volt, hogy benne volt Playpofának két jelenete a filmben, amiben ő benne volt, mert én nagyon hiányoltam volna az ő karakterét, mert ő egy elég központi karakter a filmekben is azért, és a könyvekben is, és nagyon örültem, hogy annak ellenére, hogy az előző filmben meghalt,
visszaemlékezésekben még behozták, és igazából ott tudtam már, hogy bajok lesznek a film végére, amikor az első visszaemlékezésben, amikor ott volt a kicsi hablagy és Playpofa, és már ott könnyezett a szemem. A második visszaemlékezésnél meg már teljesen eltört a vécsesz. De annak tényleg nagyon örültem, hogy őt is így visszahozták, és benne volt a sorozat lezáró részében. Ami így a filmben nálam így a töréspont volt, tehát ahol már nem bírtam tovább, az az a rész volt, amikor Astrid és Hablagy elmennek megkeresni fogatlant, és megtalálják a titkos világot, azt hiszem titkos világnak volt fordítva talán, igen, megtalálják a titkos világot, berepülnek, és ott, amikor megjelenik fogatlan és a fényfúria, és ott van az a pont, amikor mutatják Hablatyot, és akkor volt az, hogy én konkrétan föladtam így a küzdést az ellen, hogy én ezt a filmet végigbírjam nézni, anélkül, hogy elsírnám magam, mert Hablagy tekintetében látni lehetett azt a szomorúságot, azt a megtörtséget, amikor rájön, hogy fogatlantól így el kell majd válnia, mert egyszerűen látod a tekintetében, és én azt megláttam, egy animált tekintetről beszélünk, tehát én azt megláttam, és ott végem volt, és utána még ráadásul jött a második visszaemlékezés Playpofával és kis Hablattyal, és onnantól kezdve én nagyon erősen azért küzdöttem, hogy ne hangosan bőgjek, és ne zavarjak másokat a moziban, úgyhogy az a rész, főleg még, hogyha hozzávesszük John Powell-nek a zenéjét, és amit hozzáírt, az teljesen kikészített. És onnantól kezdve nekem minden jelenet így egy újabb érzelmi hullámot kavart bennem. Főleg, hogy azután, hogy elhagyják a titkos világot, utána olyan tömény lett a film, tehát az események csak úgy követték egymást, de így nagyon gyorsan, és hú, hát az ott eléggé sok volt, és elég tömény volt. Aztán a film befejezése nem éppen segített rajtam, de hát az volt így az egyetlen dolog, amiről tudtam, hogy biztosan az lesz. Mert ugyanaz volt a filmekben is. Ugyanaz volt a könyvekben is, tehát így a könyvek meg a filmek lezárása az majdnem mondhatni ugyanaz. Kicsit más okokból, nem, okokból ugyanaz miatt történik, hanem a könyvben egy icipicit másként zárják le így a dolgot, és másként alakul a végződés, de arra majd mindjárt visszatérek. Az a jelenet, az is nagyon erős volt, amikor Hablagy föláldozza magát, amikor lezuhan, amikor engedi a fényfúriát, hogy mentse meg fogatlant, ő meg elengedi, és lezuhan. És gondoltam, hogy nem lesz belőle semmi, hogy nem fog meghalni, de hát ott az egy kegyetlen jelenet volt. Utána meg, mikor búcsúzik fogatlantól, az még rosszabb volt. Tehát így két oldalamról így nyúltak oda az emberek, hogy nyugi, nyugi, nyugi van, nem kell sírni. Mondjuk nem segített, de ez a... Tényleg próbáltam nem túl hangosan, mert így visszatartottam így a levegőmet is nagyon sokáig, hogy ne sírjak fel hangosan, mert az nagyon gáz lett volna, hogy 18 évesen elmegyek egy gyerekeknek készített filmre, és hangosan zokogok a moziban. Úgyhogy megvártam a végét, és csak akkor hagytam, hogy hangosan zokogjak, és egy anyuka meg is bámult, hogy mi bajom van egyébként. Nem volt gáz, Ádám. Igen. Szóval az a búcsúzás jelenet, hát ez kikészített. Főleg azért, mert a könyvekben az annyival volt jobb, hogy ott az egész, a sárkányok eltűnnek dolog. Az egész úgy van lezárva, hogy igazából Hablagy halála előtt. Tehát, hogy Hablagy idejében még vannak sárkányok, és ő mielőtt meghalál, akkor mennek el. Szóval, hogy annyival ez egy kicsit enyhébb volt, de én úgy sajnáltam, mert Fogatlan és Hablagy barátsága az ilyen ikonikus, igazi, tiszta barátság, és hogy el kellett menni az összes sárkánynak, és az embereknek, és akkor ők nekik ott külön kellett válniuk, és ez nagyon-nagyon-nagyon fájt. A könyvekben is, de most így fölidézve a filmekben, itt esküszöm rosszabb volt. Utána meg még akkor esküvőt tartanak, meg utána még jött az epilógus, amikor azt hiszem, azt láttam, hogy 10 évvel később meg visszahajóznak oda a rejtett világhoz, és akkor Fogatlanék és Hablatyék újra találkoznak. Az is egy
újabb pofáncsapás volt nekem, mondjuk addigra már mindegy volt, hogy mi történik, tehát ott már kész voltam. És akkor még ott voltak a kis éjfúriák, vagy kis félig éjfúria, félig fényfúria bébik, a kis pandamacik konkrétan, meg Hablaty és Astrid gyerekei, és utána repültek, és vége volt a filmnek, és közben lenyomták azt a monológot, ami kb. A könyvekben van, és... Vége volt. Most már így valamennyire sikerül stabilizálnom az érzelmi állapotomat, de így nagyjából szerintem a film megnézése után még 2 napig teljesen depresszióba kerültem a film hatása miatt egyébként. Most így néha még eszembe jut, hogy mi történt, és akkor így elszomorodok, de most már talán sikerült feldolgoznom az élményt. Tehát igazából happy end volt a film vége, tehát nem lehet rámondani, hogy jó, hát végül is szomorú volt, de happy end volt a vége, főleg, hogy ugye a végén ott az epilógus résznél ott még újra találkoztak is, de a Gyűrűk ura is pont ugyanilyen nekem, hogy a harmadik rész végét, amikor maratonban végignézem a Gyűrűk urákat, bővítettem természetesen, és így az utolsó részből az utolsó másfél órát azt mindig végigbőgöm, mert nem szeretem, hogy vége van, meg nem szeretem, hogy elmennek, és ugyanez az érzésem volt most is, tehát, hogy így végigbőgtem a filmnek az utolsó harmadát, mert nem akartam, hogy vége legyen, nem, főleg azt nem akartam, hogy úgy legyen vége, ahogy. És igazából csak a Gyűrűk ura meg az Ineved a sárkányodat harmadik része tudott eddig még úgy megsiratni, ahogy, mert ilyen durván én filmen még nem sírtam. Tehát ez a taknyom nyálam egybefoly típusú volt, szép látvány volt tényleg. Szóval ez egy nagyon erős film volt, nagyon jó volt, és mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy nézze meg, főleg, hogyha már látta az első részt, meg a másodikat, mert tényleg nagyon jók, és jelen pillanatban így folyamatosan az van bennem, hogy most szeretnék leülni, és így folyamatosan újra nézni, és így 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Nagyon jók voltak. Igaz, hogyha most újra nézném, nagyjából megint bőgnék, de mindegy, a Gyűrűk urát is mindig újra nézem, és mindig újra bőgök. De legalább most újraolvasom a könyveket, úgyhogy a könyvek így kicsit szinten tartanak, mert ott még nem tartok a végén, még csak most kezdtem el újraolvasni, szóval ott még a jó elején vagyok, amikor még nem fenyeget az a veszély, hogy elmennek a sárkányok. Hát, jó, oké. Nagyjából ez. Írtam még fel egy csomó másik dolgot, de most nem. Jó. Nagyjából így ezt gondolom a filmről, de ebben így a lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó film volt, és még mindig imádom az In the Wild a sárkányodat filmeket, és még mindig imádom a könyveket, és ezt az egész univerzumot, és nagyon sajnálom, hogy a filmeknek vége szakadt ezzel, viszont így, hogy megvolt ez a harmadik, így nem szeretném, hogy legyen folytatása, mert ugye már nem nagyon lehetne hova folytatni, úgyhogy ez így nagyon jó. Most már ezt is lehet maratonban végignyomni, mint a Gyűrűk urákat. Hogyha ti is láttátok volna már a filmet, akkor kommentben nyugodtan írjátok meg, hogy ti mit gondoltatok róla. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!